tartom a legjobbnak. Az, hogy milyen sorsa lesz majd holnap, illetve hát a mai nap folyamán majd valamikor 10 órakor kiderül, és a részletes vitában folytatjuk. Köszönöm szépen. Az előre bejelentett felszólaló körében Mirkóczky Ádám, a Jobbik képviselője következik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát igyekszem most már azért egy picit rövidebbre fogni tekintettel arra, hogy sok mindent elmondtak. Előtte vagy előjáróban azért néhány reagálást megtennék itt az elhangzottakra. Hát először is még korábbi kétperces hozzászólásokról beszélek. Ugye Répási Róbert államtitkár úr itt Novák elődnek mondotta volt, hogyha bűnözői csoportokról beszél, akkor ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy szélső jobboldali terrorista csoportok bűneiről is tegyen említést. Hát finoman és halkan jegyzem meg, hogy nem ettől szenved a vidék Magyarországa, és hát tudtommal ilyen csoportok nem is léteznek. No mindegy, ennyit erről zárójel bezárva, és Menzel Erzsébetnek pedig csak annyit, hogy én azt egy elég furcsa dolognak tartom itt az internet korlátozásával kapcsolatban, hogy úgy védjük és úgy fényezzük ezt a törvényt, hogy közben átmutatunk Kínára, meg az arab világra, hogy lám ott korlátozzák az internetet, tehát milyen jó ez a törvény, mert itt nem korlátozzuk. Hát azért ez ne legyen már érv, hogy Kínában mit korlátoznak, meg kit nem, akkor utána mehetünk az emberi jogokra, és a többi, és a többi, és akkor nagyon rossz vége lesz a történetnek. Karácsony Gergely képviselőtársamnak pedig röviden annyit, hogy ugye úgy fogalmazott, hogy a többséget nem lehet diszkriminálni, csak kisebbséget, hát dehogy nem, ahogy már Novák előd elmondta, hogy például a nők, vagy ahogy beszéltünk már oly sokat itt a Jobbik frakcióján belül, hogyha egy magyar nemzeti színházból a magyar nemzeti identitást ki lehet zárni, akkor bizony diszkriminációról beszélünk, de hogy egy kicsit SZDSZ-es vagy liberális húrokat is megpendítsek, akkor csak egy kérdés talán, vagy egy javaslat, hogy kérdezze meg Nelson Mandelát, hogy lehet-e egy többséget diszkriminálni például, és akkor ennyit erről. És akkor rátérnék a saját mondókámra, ugye Németh Zoltán úgy, képviselőtársam úgy fogalmazott, hogy lényeges koncepcióváltás föl sem merült a médiatörvény kapcsán. Hát igen, ez valóban így van, és ez nem éppen egy jó dolog, és ettől pontosan ettől nem jó az a jogszabály tervezet vagy javaslat, ami előttünk fekszik, hogy nem történt koncepcióváltás, és ettől olyan rossz ez is. Ironikusan mondanám, vagy idézőjelbe, hogy olyan szép az, hogy a kormánypárti oldalról már gyakorlatilag minden tényezőt felsoroltak itt Brüsszelen keresztül, Strasbourg, Alkotmánybíróság, EBSZ, Európa Tanács, és egyetlen egyszer nem hallottam, hogy a magyar társadalom, vagy a magyar nemzet érdeke, vagy a magyarságnak megfelelési kényszer mit mondatott önökkel, vagy miként írták. Ez azért elég szégyenteljes szerintem, és hát kár, hogy a jelenlegi kormány is azt a logikát követi, amely az elmúlt kormányzati ciklusokon keresztül is volt, hogy mindenki véleménye fontos, és mindenki nagyon hangsúlyos, csak épp a magyar társadalom, vagy a magyar választópolgárok véleményét ilyetén is ezügyben sem kéri ki senki. Nem tartott volna sokból például akár bármilyen felmérést, közvéleménykutatást készíteni, nem tartott volna sokba, az, hogy létrehozzunk olyan fórumokat, ahol a szakmai szervezetekkel egyeztetünk, és az ellenzéki pártokkal, stb., de erre majd még visszatérek. Hogy konkrétan beszéljek, ugye én három súlyos kérdést látok per pillanat is napirenden is legfontosabbként, és ugye rögtön itt van, és már beszéltünk róla oly sokat, de szerintem nem lehet elégszer, ugye a lineáris médiaszolgáltatók és a kiegyensúlyozottság kérdése, hogy itt ugye ez egy óriási nagy gumicsont, és egyben egy olyan kiskapu, ami minden keresztül fér. Ugye, hogy a média rendszer, most beszéltünk róla ugye nemrég, és államtitkár úr is elmondta, hogy itt miről van szó, kis vita is kialakult, hogy a média rendszer egészére vonatkozik ez a kitétel, ami a kiegyensúlyozottságot jelenti. Hát, hogy mit jelent ez? Hát mondok egy példát. Tételezzük föl, és szándékosan egy sarkított példát mondok. Van egy média törvény, vagy van egy készülő alkotmány, és mondjuk a
kormánypárti, vagy az ellenzéki pártok álláspontját a Magyar Közszolgálati Televízió főműsoridőben adott híradója. Két-két percben egy élő bejátszás, vagy egy hangos bejátszásban kommentálja, míg a kormánypártok véleményét mondjuk egy Nógrád megyei Futottak még televízió közli le két sorban, egy alul be, és akkor ugye a média rendszer egészében megvalósult a kiegyensúlyozottság, de a valóságban azért látjuk ennek abszurditását, hogy mi van. Egyetlen egy másik javaslat, ha például, vagy egy másik hasonlat, ha mondjuk az MR1 rádió 180 perc című műsorában valamelyik párt képviselői fél órát beszélhetnek élő egyenesben, a következő vagy a másik oldal képviselői pedig mondjuk egy internetes webrádión keresztül mondhatják el véleményüket. Ugye azért érezzük azt, hogy a média rendszer egészén belül van mind a két példa, de valahol a kiegyensúlyozottság és ahány emberhez eljut, azért teljesen mások az arányok, és nem hiszem, hogy ez lenne a követendő. De értem én ennek a logikáját, és nem gondolom önöket sem naívnak, sem ostobának, hogy ezt ne vették volna észre, és ne tudnák. Inkább azt mondom, hogy így lehet mondjuk kompenzálni a már említett közszolgálati televízió fő híradójának azokat a borzasztó és szerintem gyalázatosan kiegyensúlyozatlan hírműsorait, amelyek ugye az önök kormányzása óta megjelentek, és akkor mondom, a nem Jobbikhoz közel álló Republikon Intézet, talán már valakitől el is hangzott itt ugye adatait, amely egészen döbbenetesre sikeredett, például az egy évvel korábbi Bajnai kormány ugyanazon időszakában, ugyanazon hírműsort vizsgálandó, ugye hát kijött a kormánypártok 4/5-ös túlsúlya, kijött az, hogy a top 20 megszólalóban 16 Fidesz-KDNP-s politikus van. Orbán Viktor egyedül négyszer annyit szerepelt, mint az összes többi ellenzéki képviselő vagy politikus együttvéve, és az első 16-ban, illetve 15-ben kettő darab ellenzéki politikus szerepelt. 6. helyen Szanyi Tibor a szocialistáktól, a 15. helyen pedig Siffer András, az LMP frakció vezetője, és a jelenlegi Magyar Televízió szerkesztői szerint egy 17%-os parlamenti párt, mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyszerűen nem létezik. Sőt, odáig is elmennek, hogy egy mára már egyébként valóban nem létező SZDSZ egészen pontosan kétszer annyit szerepel 2%-kal, mint amennyit például egy közel 17%-os Jobbik. Szóval én azt gondolom, hogy ezen azért lehetne még egy kicsit rugózni, mert persze most jó a politikai klíma, most még adott a helyzet, de nem tudom, hogy fordított esetben önök mit szóltak volna, ha mondjuk egy kormányzati ciklussal ezelőtt egy hasonló hírszolgáltat vagy hírszerkesztés alakult volna ki a közmédiumokban. Egy másik fontos, és szerintem az egyik legsúlyosabb probléma maga a média tanács. Ugye ezt nem tudom, hogy mivel világítsam meg, ilyen mindig eszembe jut róla a Fábri Sándornak egy jellegzetes napkeltés szereplése, amikor is visszakérdezett az őt három személy, aki faggatta, visszakérdezett, hogy hát mennyire gondoljátok magatokat független kommunikátoroknak. Hát nekem is ez a költői kérdésem a kormány képviselői felé és az előterjesztők felé, hogy mennyire gondolják független intézménynek a jelenlegi média tanácsot, akinek ugye 4 tagját a Fidesz delegálja, az 5. pedig Orbán Viktor nevezi ki ugye 9 évre. Hát tételezzük föl, hogyha mondjuk néhány évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc ugyanezt megteszi önökkel szemben, vagy éppen Horn Gyula, akinek mondjuk nagyobb kétharmada volt, mint jelenleg a Fidesz-KDNP-nek mandátum számra mindenképp. Szóval én azt gondolom, hogy
lehet az érezni, és önök is tudják, hogy miről beszél egy-egy ellenzéki politikus, amikor ezeket a kritikákat megfogalmazza. Én nem gondolom, hogy elbeszélnénk egymás mellett, nyilván kellemetlen, nyilván ezek olyan érvek, vagy szerintem olyan kritikák, bármelyik politikus és bármelyik ellenzéki frakció fogalmazza meg azokat, amelyek a korrektség és a hitelesség szempontjából és szakmai szempontból szerintem védhetetlen. Egyetlen egy módon védhetők, hogyha karakán módon kiállna az előterjesztő, vagy fölállnának a kormánypárti képviselők, és azt mondják, hogy igen, hölgyeim és uraim, ez volt a cél. Ez volt a cél, ugyanis ezt egyetlen egy dolog indokolja, szerintem legalábbis, és sokak szerint a félelem. Félelem attól, hogy esetleg nehogy olyan súlyban jelenjenek meg ellenzéki kritikák, amelyek önöknek politikai tőkevesztességgel járhatnak, félelem attól, hogy nehogy kiderüljön egy-két háttéralkú, és hát félelem attól, ami a legfontosabb, hogy nehogy már a hatalom valamilyen szinten sérüljön, vagy megbillenjen. Ez az egész médiatanács rendszere más érvekkel egyszerűen, tényszerűen nem magyarázható. És hát arról meg nem is beszélünk, hogy ez mit generál. Talán az első általános vita, amikor a médiatörvény első általános vitája volt, ott többször beszéltünk az öncenzúráról. És amikor az imént idéztem a Republikon Intézetnek felméréséből ezeket az adatokat, ez még a médiatörvény életbelépése előtti időszakra vonatkozott. És már ők is elmondják, hogy már előre a készülő médiatörvény kapcsán érezhető egyfajta öncenzúra. Az öncenzúra ugye már megjelenik a szerkesztők magatartásában, sőt már a szerzők magatartásában, és arról még nem beszélünk, hogy ott van az önök szerint ugye független intézmény, a média mindenható uraként, a média tanács. Hogy ők vajon adott esetben, ha valaki hozzájuk fordul, jogos, mert én borítékolok láthatatlanba bármit, hogy jogos jogorvoslatért, akkor lesz annyi karakán, hogy mondjuk abba a kézbe fog harapni, akitől a kenyeret kapja. Ugye ezt senki nem gondolja komolyan, hogy majd a Fidesz által, vagy az Orbán Viktor által oda kihelyezett személyek azt fogják mondani, hogy hát ennyit bizony nagyon komolyat hibáztatok, és hát sérült a kiegyensúlyozottság, és hát ez a közszolgálatiság lábbal tiprása, amely ugye kialakult az elmúlt hónapokban a magyar közmédiumokban. Hát nem hiszem, hogy különösebben ezt a költői kérdést meg kell bárkinek is válaszolni, mindenki tudja, hogy miről van szó. És azt gondolom, hogy ami itt most a nemzeti ellenzékként olyan kritikát fogalmazunk meg, és minden létező fórumon elmondjuk, amely lehet, hogy csak minket sér, de minket nagyon. És szerintem nem csak minket, hanem az önök választóit is. Ez pedig az a harmadik szempont, amikor, hogy egy kicsit fölvezessem, ugye lakossági fórumon, én nem csak a saját lakossági fórumaimról beszélek, és nem csak kampányidőszakban, hanem bármikor most is, és szerintem az önök lakossági fórumain is ugyanez van, hogyha egy átlag választó polgárt megkérdezünk, hogy miért jó egy kétharmados politikai erő, adott esetben egy kétharmados politikai, illetve egy kétharmados többséggel rendelkező kormány, és miért jó egy ilyen határozott, vagy nagyon kemény média törvény, akkor nagy valószínűséggel, most laikus választópolgárokról beszélünk, azt mondja, hogy azért, mert meg lehet azokat a dolgokat tenni végre gördülékeny formában, ellenszél nélkül, amelyeket az elmúlt 20 évben senki nem tett meg. És hogyha itt most a Fidesz-KDNP szavazó rétegét és a Jobbikét összetesszük, akkor egyértelmű, hogy a nemzeti és az ideológiai elkötelezettség nem kérdéses. És ők azt várnák, hogy végre nem csak a közszolgálati sajtóorgánumokban, hanem a kereskedelmiben is legyen rend. És végre tűnjön el az a neoprimitív deviancia, amely főműsor időben és a csapból is folyik, és amely az agy rágógumiaként ugye butítja el emberek ezreit, és minden nap ezt kapja az arcába és a fülébe, teljesen mindegy, hogy rádiót hallgat, vagy televíziót néz a választópolgár, hogy ez tűnjön el. És mit látunk? Eltelt az önök kormányzása
kormányzásából 10 hónap, és nem történik semmi. Ugyanazt a szemetet kapjuk most is, vagy még többet. És mi azt gondolom, hogy az önök választói nevében is jogosan fogalmazzuk meg azt a kritikát, hogy pláne úgy, hogy egy kormánypárt, az egyik kormánypárt, egy keresztény, önmagát kereszténydemokrata néppártként definiáló politikai erő, akkor igenis érződjön már, pláne egy ilyen határozott és ilyen határozottan kiépített média rendszerben az, hogy legalább a főműsor időből ez a liberális szenny, vagy tényleg neoprimitív deviancia tűnjön el. Én nem gondolom, hogy ez egy olyan nagy kérdés, és nem hiszem, hogy krokodilkönnyeket hullatna érte bárki is. Köszönöm szépen a figyelmet. Tisztelt Országgyűlés, miután további jelentkezőt nem látok, megkérdezem Répási Róbert államtitkár urat, kíván-e válaszolni? Nem. Menet közben többször válaszolt, így az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, a részletes vitára bocsátásra és a részletes vitára holnap kerül sor. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi 42. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Heinz Tamás Fidesz és Nagy Kálmán KDNP és más képviselők önálló indítványát Téper 2489-es számon megismerhették. Megadom a szót Heinz Tamás képviselő úrnak, a napirendi pont előadójának 20 perces időkeretben. Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Előttünk fekszik a Téper 2489-es számú, a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1990. évi 42-es törvény módosításáról szóló törvényjavaslat. Rögtön még a tárgyalás megkezdése előtt kijelenthetem, hogy az a törvény, melyet most módosítani szándékozunk, rossz, ideélt múlt címmel rendelkezik, mert szembeállít dohányost nem dohányzóval. A törvényjavaslat igazi célja éppen az, hogy a dohányzókat védje, segítse őket dohányzási szokásaik megváltoztatásában, és nem titkolt szándéka az is, hogy a leszokásban nyújtson támogatást. De miért is? Közismert tény, hogy Magyarország demográfiai helyzete egyre romló tendenciát mutat, évente csaknem 70 ezer fővel, egy Kaposvár méretű város lakosságával fogy nemzetünk. A mindenkori kormányzatok felelős politikai tényezők számára az ország jövője szempontjából a legfontosabb feladatnak tűnik ennek a tendenciának a csökkentése, megállítása. Alapvetésként kijelenthető, minden emberi élet fontos, és minden eszközzel védenünk kell azt. Annak bizonyítására, hogy a benyújtott törvényjavaslat e szellemben kíván eljárni, lássunk néhány megdöbbentő adatot. Ma Magyarországon minden órában 3 ember hal meg azért, mert dohányzott. Naponta 70-en, évente pedig mintegy 28 ezeren várnak a dohányzás halálos áldozataivá. A népességfogyás több mint harmadáért a dohányzás felelős. Az a tényt is el kell mondanunk, hogy ez a hatalmas szám kétszerese annak, mint ahányan az alkoholizmusok, kábítószerfogyasztás, balesetek, gyilkosságok, öngyilkosság és az AIDS miatt évente meghalnak. Gondoljanak csak az amúgy rendkívül fontos közlekedésbiztonsági akciókra. Az a munka csak töredék áldozatot tud megmenteni ahhoz képest, amit mi ezzel a törvényjavaslattal tehetünk. Mert ez a törvényjavaslat a polgárok tízezreit mentheti meg, ha elfogadja az Országgyűlés. Ma Magyarországon minden harmadik ember, tehát 3 millió ember dohányzik, és közülük 1,3 millióan előbb-utóbb a dohányzás miatt meg is halnak. A dohányzás megtizedeli Magyarország lakosságát. Tisztelt képviselőtársaim! Tovább vizsgálódva a lakosság körében felmérhető dohányzási szokások körében
Újabb megdöbbentő adatot szeretnék megosztani önökkel. A 25-55 év közötti korosztályban a dohányzás aránya csaknem 50%. Ez azt jelenti, hogy a gyermeknevelő karrierje csúcsára érő döntéshozó helyzetben lévő véleményformáló népesség fele dohányos. De nézzünk kicsit előre. Ha az 55 év feletti korosztályt vizsgáljuk, ott már csak 20% a dohányosok aránya. Mi is történt? Ennyien leszoktak volna? Nem. Ők meghaltak. Ha megnézzük Magyarország korfáját, akkor ez világosan látszik, valóban elveszítünk 1,3 millió embert,